Köszöntöm a Trió TV nézőit! A Bükki híreket látják műsorunk tartalmából. Utolsó simításoknál tart a bükkfürdői új fűtött buszváró építése. Dr. Németh Sándor polgármester szerint nemzetgazdasági szinten mérhető Bükki jelentősége. Sikeres pályázatokkal indult a Bükki Művelődési Ház 2018-as éve. Nem túl sikeres őszi szezon után újult erővel készülnek a büki kézilabdás lányok a következő szezonra. Meglepetéssel zárult az 5. sportbüfé kupa a hétvégén Bükön. Kedves nézőink, ez a mai kínálatunk, tartsanak velünk! Már az utolsó simításokat végzik a szakemberek a bükkfürdői új fűtött buszváró építésénél. A műszaki átadás már folyamatban van, hamarosan már az utasok is birtokba vehetik a komfortos épületet. A modern kor elvárásainak megfelelő fűthető buszvárót építettek a bükkfürdői városrészen az új induló állomások közé. Habár a termálkörút mentén kialakított megállóhelyek mindegyikénél van fedett beálló az utasoknak, ezek a hidegebb hónapokban nem túl komfortosak. Ezért is épül az új váróterem. A tervezésnél és a kivitelezésnél a modern kor igényeinek, anyaghasználatának megfelelően gondolkodtak a szakemberek, így a váróterem a megújuló bükkfürdői városközpont képébe is beleillik majd. Hát ez az épület a Bükki buszpályaudvarnak egy központi épülete, ahol megvalósították az önkormányzat azt a lehetőséget, hogy egy fedett, ám de olyan helyen, ahol mindenfelé ki lehet látni, lehet várakozni, illetve mögöttünk van egy vizes blokk kialakítva, egy mozgássérült, vagy akadálymentes vécével. Az épületről azt lehet tudni még, hogy amellett, hogy funkcionálisan nagyon hasznos dolog lesz, mellette viszont a mai építészeti, sőt egy kicsit inkább a jövő építészeti vonalának a képviselője, anyagaiban nagyon-nagyon modern, ami a kivitelezés során azért elég rendes fejtöréseket okozott, tehát azért ezt megvalósítani sem volt könnyű. Vasbeton szerkezetekkel, acélszerkezetes üvegfalakkal dolgoztunk a tervezők meglátása alapján. Aki arra jár, láthatja, hogy már majdnem teljesen készen van a váróterem, már csak az utolsó simítások vannak hátra. Gyakorlatilag a munkálatok azok befejeződtek, megkezdődött a műszaki átadás, és a apróbb csinosítgatások vannak még hátra. Milyen butorzatot kap ez a helység? Ebben a helységben padok lesznek, fémpadok, bandábiztos padok lesznek felhelyezve. Egyrészt az üvegfal mellett 8 darab ülőhelység lesz, illetve a fal mellett 12. Korábban Baranyai Róbert alpolgármestertől megtudtuk, azért nem épült meg már korábban a váróterem, mert két közbeszerzési eljárás is eredménytelenül zárult az ügyben. A harmadik pályázati kiírásra érkezett be olyan anyag, amelyet elfogadhatónak talált a képviselőtestület. A buszváró átadásáig a régi helyükről indulnak a buszok, de ez sem marad már sokáig így. Hamarosan visszaáll a régi rend. Jelenleg ugye ez a buszváró épülete az beruházás alatt áll, tehát tulajdonképpen ahol most az új buszmegállóhelyek vannak, az valójában építési terület, ugye emiatt is, és amiatt is, hogy a Bükkfürdőn elindult, amiről már egyszer tudósítottak önök is, a csapadékvíz hálózatnak a rekonstrukciója, ugye emiatt az új buszváró területét érinti mind a két beruházás, emiatt most a jelen pillanatban a buszokat újra vissza kellett terelni a régi buszváró területére, és jelenleg a várokozók, az utasok ott tudják igénybe venni a buszközlekedést, illetve ezt a fajta szolgáltatást. Aztán, ha ezek a beruházások túlfutottak az új buszvárónak a területén, akkor újra kiköltöznek a buszok a mostani új területre. Jelentős bevétele származik Bükknek az idegenforgalmi és az iparűzési adóból egyaránt. Dr. Németh Sándor polgármester szerint nemzetgazdasági szinten mérhető Bükki jelentősége. Az idegenforgalom mellett a város meghatározó másik bevételi forrása az ipari tevékenység, és hát ebben nemrég egy óriási beruházást adtak át, a Nestlének egy 20 milliárd forintos beruházást. Már csak a nullák száma is. Igen. Nagyon sok ebben. Az önkormányzat életében mennyire meghatározó a idegenforgalmi adó, illetve a helyi iparüzési adó?
Hát ugye az iparűzési adó vonatkozásában azért annyi kiegészítés mindenképpen megemlítendő, hogy ugye a turisztikai szolgáltatók is fizetnek iparűzési adót, tehát a kereskedelmi szálláshelyek is. De a tisztán ipari tevékenységből származó adó, és itt nevezzük most Nestlének, ez óriási mértékben fölfutott. Tehát 2010-ben olyan 290 millió forint iparűzési adót szedett be a város, vagy szedhetett be. Ez most 690 millió forint. Ennek döntő része az ipari kapacitások növekedésével magyarázható, és ezzel párhuzamosan egyébként az idegenforgalmi adó mértéke is, vagy az idegenforgalmi adóból származó bevételünk is megnőtt. Ez részben az idegenforgalmi adó emelésében is látszik, ugyanis azt azért viszont kár lenne eltagadni, és ezért egyébként megértésüket köszönöm a szállásadóknak, ha kereskedelmi, ha magánszállásadóról van szó, ugyanis az állam az idegenforgalmi adó hozzáadott állami hozzájárulást 1 forint 55 filléről 1 forintra csökkentette a korábbi években. Így tulajdonképpen az a gyakorlatilag kötött pálya alakult ki a idegenforgalmilag jelentős települések önkormányzatai előtt, hogy az idegenforgalmi adó mértékét kellett megemelni, hogy a korábbi bevételi szintet tudják tartani. Az idegenforgalmi adó plafonja 501 néhány forint, és tulajdonképpen szinte valamennyi fürdőváros, így mi is kénytelenek voltunk 500 forintra megemelni, ez az általános trend. És ebből tudjuk biztosítani a bevételi forrást, és hozzá kell tennem egyébként, hogy az lenne az ideális, hogy az idegenforgalmi adóból befolyt pénzt, illetve az idegenforgalmi adóhoz hozzáadott állami hozzájárulást az idegenforgalmi célokra tudnánk fordítani. Ez a legtöbb, sőt a fürdővárosok zömében nem tud teljesülni Magyarországon, hiszen nagyon sok önkormányzati feladathoz is kell átcsoportosítani forrásokat, hogy a működést tudjuk, hiszen a jelentősebb adóbevétel növekedés miatt ugye a központi forrás elvonás is nagyobb, hiszen az új önkormányzati feladat finanszírozási rendszer ugye a normatívról a feladatfinanszírozásra ment át, és egyébként ez egy akceptálható elv az állam részéről, elfogadható elv, hogy szeretné a nagy bevételi különbségeket némileg egyensúlyozni az önkormányzatok között, tehát azoknak az önkormányzatoknak többet ad, ahol kevesebb az adóbevétel a feladataik ellátására, onnantól meg elvon, ahol több áll rendelkezésre, több saját erő, de ez Bükk esetén elég jelentős, már 340-350 millió forint per év, ami tulajdonképpen vagy központi elvonás, vagy pedig kötelező feladatra nem adnak hozzájárulást. Tehát ennyivel mindenképpen fizetünk a központi államkasszába, ha úgy tetszik, ezt ha nem is szolidaritási adónak nevezzük, mert mi azt nem fizetünk, még annál is magasabb ugye az egyfőre jutó adóbevétel, illetve iparőzési adó mérlegünk, de mindenképpen ennyivel a közös kasszához hozzájárulunk, tehát azt gondolom, hogy Bükk ebben is nagyon fontos szerepet vállal. És ugye néha hallani egyértelműen irigykednek, hogy Bükkön van pénz, ugye ez a legegyszerűbb mondat, de Bükkön vannak igények is, illetve azt mindig hangsúlyozni kell, hogy Bükk nem csak a helyi lakosokat szolgálja ki, hanem ide vendégeket szeretnénk hozni, mert az egész környék, térség, megye, ország számára is egy fontos bevételi forrás. Nemzetgazdasági szinten mérhető Bükknek a jelentősége, mind pedig ipari, mind pedig turisztikai szempontból. A Bükki Művelődési és Sportközpont könyvtár 5 nyertes pályázattal kezdte az évet. A jól megszokott, rendszeres programokon túl számos egyéb esemény is helyt kap a Művelődési Ház palettájában az elnyert támogatásoknak köszönhetően. Sikerekben gazdag év, ezt kívánjuk mindenkinek szilveszterkor. A Bükki Művelődési és Sportközpont könyvtár már az új év első pár napjában elkönyvelhette a sikereket, 5 pályázaton ugyanis nyertesként hirdették ki őket. Az elmúlt évekhez hasonlóan ugye a Nemzeti Kulturális Alap ősszel általában már kiírja a következő évi rendezvények, fellépőknek a fellépésekre, különböző kulturális rendezvényekre a pályázatait. Ezt szeptembertől folyamatosan adtuk be, az utolsót éppen december 22-én, aminek most várjuk a jövő héten a döntését, és hát nagy öröm volt számunkra, hogy a beadott 8 pályázatból, pontosabban beadott 7 pályázatból, ugye egy még bírálat alatt van, a 5-öt pedig megnyertünk, illetve egyet úgy nyertünk meg, hogy az NKA elutasított, ez a táncházas pályázat volt, és ugye átkerült a Csóri Sándor programba a táncházas pályázatunk.
Így azt lehet mondani, hogy a 2018-as évre áthúzódóan, vagy konkrétan 2018-as rendezvényekre már döntésünk van, természetesen még támogatói okirat nem érkezett, az általában folyamatában szokott érkezni, ugye tél végére, tavasz elejére szoktak idejönni. Tartalmában ezek a pályázatok, ahogy az előbb említettem, a Csóri Sándor programnál kettő pályázatot nyertünk, táncházi program megvalósítására, ugye ez már elkezdtük decemberben, és egészen májusig fog futni, mind gyerek, mind felnőtt táncház, és egésznapos táncoktatásokat is bevállaltunk, ugye Gerlec Edit kolléganőm vezetésével, illetve a férfi karunk nyert szintén a Csóri programból népdalkör támogatására. Ebből hangszervásárlást, kottavásárlást, képzést, illetve viseletvásárlást fogunk tudni megvalósítani. Aztán nagy öröm számunkra, hogy ugye tavaly már elkezdtük, tavaly előtt elkezdtük, hogy a május 1-i hosszú hétvégére mindig valamilyen könnyű zenei koncertet hozunk. Itt nagy öröm számomra, hogy ennek a Nemzeti Kulturális Alap könnyű zenei kollégiumánál nyert összeggel megvalósul egy Vadfrutuk és egy Belga koncert. Április 30-án kiemelt támogatást kapott a Szivárvány Gyermek Néptánc Fesztivál, ugye mind a régió egyetlen minősítő fesztiválja, illetve a Sok Színpad társulattal egy tájoltatós pályázatot, ami öröm számunkra, hogy az utóbbi két pályázat az beadott teljes összeget megnyertük, tehát egy 956 ezer és egy 560 ezer forintos pályázat. Hát ide várjuk a támogatói okiratot, igazából akkor leszek én is egy kicsit nyugodtabb, hogyha ezek megérkeznek. Bírálat alatt pedig az Etnofob forgatagunk van, ami úgy gondolom, hogy szintén egy kuriózum itt a Nyugat-Dunántúlon, hogy kimondottan ezt a világzenét, vagy ahogy tanulgatom, ahogy már említettem korábbi interjúban, ez a crossover zenét, tehát a magyar népzene és a Magyarországon élő nemzetiségek zene valamilyen stílussal ötözve, ugye ez az arató ünnep előtti napon fog megvalósulni, de várjuk a döntést, egy pár héten belül meg fog érkezni a döntés. Úgyhogy azt gondolom, hogy ezekkel a pályázatokkal színesíteni fogjuk az elkövetkezendő, előttünk álló 2018-as év rendezvényeit. De ezután sincs megállás, évközben is folyamatosan figyelik a művelődési központ munkatársai a felmerülő lehetőségeket, hogy még több és színesebb programmal szolgálhassanak a bükkieknek és az ide látogató vendégeknek. De folyamatosan adjuk be, tehát az új év az már azzal indult, hogy a Kulturális Fesztiválok kollégiumához a jövő héten beadásra kerül a gyógybornapokra egy pályázat, tehát így paralel folyik tehát nincs uborka szezon a művelődési házban, még hogyha nincs is program, hiszen most is éppen a megyebál szervezésére, a megyebáli egyeztetésről érkeztünk kolléganőmmel, úgyhogy én azt gondolom, hogy ezekkel a munkákkal, ezekkel jó alapot tettünk egy dolgos évnek, és hát kezdődik a szezon nálunk, kezdődik az előkészítés, és hát nem sokára kedves látogató, kedves érdeklődők már a honlapunkon, Facebook oldalunkon látni fogják ezeket a programokat egészen szeptemberig, hiszen aztán meg az advent időszakra meg most érkeznek majd ki a pályázatok, ahol szintén adunk be. De összköltségében egy olyan 4,5-5 millió forintot sikerült most megpályáznunk. Hát ez, ahogy említettem, majd támogatói döntéssel érkezik majd hozzánk ez az összeg, és szervezünk a programokat, de hát tőlünk elvárt színességet, és tőlünk elvárt hagyományos programokat, azokat az idén is meg fogjuk tudni szervezni, és a kedves látogatóknak adni. A középmezőnyben a 7. helyen zárta az őszi szezont a BTK női kézilabda csapata, de Szabó Dóra a góllövő lista 3. helyén áll. A szakmai vezetés eredményesebb tavaszban bízik. Hát először is lassan azt kell, hogy mondjam, hogy szinte hagyomány, hogy valamiért az őszi szezonunk az kevésbé sikerül úgy, ahogy esetleg ezt eltervezzük. Most is úgy gondoltam, hogy egy kicsit azért jobban fogunk állni így a karácsonyi időszakban, de sajnos ennek objektív okai is voltak, hogy a csapat egy kicsit gyengébben szerepelt. Tudomásul kell azt venni, hogy gyakorlatilag egy generációváltás zajlik, vagy az a folyamat megy végbe, és viszonylag szűkösek a lehetőségeink. Ez a csapat bizonyította a tavalyi évben is, hogy tud küzdeni, jól is tud játszani,
most talán az őszi szezonban több olyan mérkőzésünk is volt, most nekem hirtelen három is eszembe jut, amikor azért bőven a saját szintünk alatt játszottunk. A szomorú igazából az, hogy voltak olyan meccsek is, amikor azt kell, hogy mondjam, hogy elégedett voltam a csapattal, mert kihozott magából mindent, amit lehetett. Volt, amikor a bírók akadályoztak meg bennünket egy nagy bravúr elérésébe. Volt, hogy tartalékosan álltunk fel, de az a társaság, aki ott volt, az beleadott mindent, és ennek ellenére nem sikerült nyerni, mert egy nálunknál erősebb csapattal játszottunk. Tehát mindent összevetve, az év elején én úgy gondoltam, hogy azért ennél több pontot tudunk szerezni. Sajnálom, főleg a hazai pályán hát elég sok pontot elhullátottunk, és ez fáj igazából. Azt tudomásul kell venni, hogy a kézilabda az tulajdonképpen két helyen dől el, az egyik a védekezés és a kapus teljesítmény, amiben azt kell, hogy mondjam, hogy továbbra is az élen vagyunk, hiszen mind a kettő jól működött. Annak ellenére, hogy sajnos a harmadik fordulóban Palkovics Zsófia, aki addig nagyon jól védett, megsérült, és a hátralévő részben már nem tudtunk rá számítani. Arasztovics Gabi viszont hozta azt a jó formát egyébként, amit az elmúlt években megszokhattunk tőle. Viszont azt kell, hogy mondjam, hogy többet vártam. Többet vártam ettől az ősztől. Most így sikerült. Megyünk majd tovább. A fiataloknak a játéka néha hullámzó, azt kell, hogy mondjam. Ennek ellenére a Szabó Dórát nevét mindenféleképpen meg kell említenem, aki egyértelműen a góljaival vezérszerepet töltött be a támadásba, a támadójátékunkba. A másik, akinek a nevét én szeretném megemlíteni, a Szabó Noémi, aki én úgy gondolom, hogy nagyot lépett az idei évben, elsősorban az eredményesség tekintetében. Nyilván mind a két fiatal játékosunknak még nagyon sokat kell tanulnia, fejlődnie, hiszen a kézlabda játék azért ugye nem csak a góllövésből áll, és azért az apró trükköket is meg kell tanulni, magyarán fel kell, hogy vérteződjenek mindenféle, én azt mondom, hogy jó értelembe vett csibészséggel, amit aztán a pályán kamatoztatni is tudnak. Úgyhogy zajlik a generációváltás. Az év végén természetesen a 2018-as tervekről is érdeklődtünk. Viszonylag korán kezdünk, január 3-án már parketten vagyunk, hiszen február 18, nem is tudom pontosan hogyan van a hétvége, de már február 3-dik hétvégén már bajnokink van. Most a csapat tulajdonképpen a december elejéig volt együtt, utána még a fiatalabbak edzettek levezetésszerűen, az idősebbek egy kicsit több pihenőt kaptak, de január 3-án indulunk. Megpróbálunk egy kemény felkészülést csinálni, remélem, hogy a játékosok egészségi állapot ezt lehetővé teszik. Gondolok itt arra, hogy általában január-február időszak sajnos a vírusok ideje, és hát nagyon sokszor ezt nem tudjuk megúszni, hogy esetleg egy hétre vagy több napra valaki kiesik, nyilván az visszaveti a munkába, de én bízom abban, hogy minél kevesebben lesznek betegek, és akkor egy jó felkészüléssel talán akkor a tavaszi szezonunk az jobb lehet. Én azért ebbe bízom mindenféleképpen. 30 csapat mérkőzött meg egymással az 5. Büki Sportbüfé teremlabdarúgó tornán. A végeredmény mindenki számára meglepetés lett, hiszen egy új induló csapat bizonyult a legjobbnak. Idén már 5. alkalommal zajlott le a Sportbüfé teremlabdarúgó torna a Büki Sportcentrumban. A szervező Kovács Zoltán maga sem gondolta volna, hogy az évek során ekkora méretűvé növi ki magát a rendezvény. De nem csak volumenében, hanem színvonalában is sokat nőtt a torna. Az idén már remek csapatok és kiváló játékosok léptek a pályára. Csapatokról annyit mondanék, hogy 30 csapat nevezett. Igazából én úgy gondolom, hogy a 6-5-ös csoportban beosztottuk őket. Talán minden csoportból egy csapat volt az, aki játékerőbe kicsit kilógott a többitől. Viszont a többi csapat közül bárki megnyerhette szerintem a tornát. A másik csoport körben, ahol 18 csapat volt, ott
szerintem azonos képességű csapatok szerepeltek. Ez látszott is a negyeddöntőbe. Egy új csapat nyerte meg, számomra meglepetés volt, harmadik kalapból lettek kisorsolva. Nem volt kiemelt csapat, viszont a torna előtt tudtam, hogy egy új győztes fogunk avatni, mert nagyon erős mezőny jelent, vagy nagyon erős mezőny gyűlt össze. Rengeteg embert érdekelt, itt utolsó nap szinte lépni se lehetett, 4-500 jegy elfogyott. A döntőbe a háromnapos mérkőzések után végül a szombathelyi Pepe Team és a kőszegi Csikarcsárda csapata jutott be, nem kis meglepetéseket okozva a nézőknek és a bíróknak egyaránt. A kőszegi csapat idén először nevezett a tornára, és magabiztos játékukkal meg sem álltak az első helyig. A döntőben a 2x10 perc során nem született döntés, 3-3-as döntetlen után hetesekkel dőlt el a kupa sorsa. A végeredmény még magukat a játékosokat és edzőjüket is meglepte, ugyanis kiderült, hogy nem egy összeszokott állandó csapat a kőszegieké. Korábban felvetődött már ez az egész, hogy ez a fiatal társaságot, barátikor, akik korábban együtt játszottak, Haladás, Lurko, én onnan ismerek nagyon sok játékost, és felvetődött a dolog, hogy mi lenne, hogy összeállnánk teremtornára. A Sándor nagyon jól áll hozzá a dolgokhoz, Szilveszter kupán második éve indultunk, ugye tavaly bámodnunk a négy között, az idén nem sikerült, a Petrovicsel játszottunk egy kiki meccset, akit most is kikaptunk, nyilván presztízs mérkőzés lett volna, és akkor most először indultunk végülis ez a Büki tortán, de meggyőződésem, hogy mivel a profik is itt most velünk játszottak egy csorba, valamivel színvonalasabbak éreztem az egészet. Sokkal ütősebb, komolyabb mérkőzések voltak. El is hangzott itt a díjkioszton, hogy meglepetés az, hogy a Csikarcsárda kőszeg csapata nyerte meg. Minek köszönhető ez a siker? Ennyire jól összeszokott már a csapat, ennyit edzenek, vagy egyszerűen most ez így sikerült? Így sikerült. Tehát nem készülünk. Az, hogy a kőszegen szoktunk játszani, volt ez a korábbi Cáki Csikó torna, az idén nem szervezték, nem volt. Általában az az első teremtornánk, és úgy megyünk a Szilveszter kupára. És felvetődött, hogy akkor jöjjünk ide. Együtt van a brigád, fiatalok, szeretünk még játszani, a felkészülés előtt vagyunk, ugye nagypályán játszik a nagyon sok játékos, hát jöjjünk. A Csikarcsárda győzelmével tehát a Pepe Team a második helyet szerezte meg, harmadikként a keszthelyi Lapland, negyedikként pedig a celldömölki Futertűzifa csapata végzett. A tornán azonban nem csak a legjobbnak járó kupáért zajlott a küzdelem, ezen felül több díjat is átadott dr. Németh Sándor, Bükk polgármestere. A legjobb mezőnyjátékos címet Hans Máté, a Futer tagja érdemelte ki, gólkirály a Pepe Teamben játszó Németh Balázs lett. Nem meglepő, hogy a legjobbaknak a győztes csapat kapusát találták, Szalai Gábort is külön díjjal jutalmazták. A legjobb fiatal játékos Nagy Bence a Pepe Team tagja lett. Újításként a szervezők All-Star tímet is avattak, a külön díjazott játékosokon túl Nagy Gergő, Máté András, Jagodics Márk került be a legkiválóbbak közé. Kedves nézőink, a Büki híreket látták. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Műsorainkat megnézhetik interneten is a www.triotvdunantul.hu honlapon, vagy megtalálnak minket a facebook.com/triotvdunantul címen is. Viszontlátásra!